Sok gyakorló érkezik, aki azt mondja, hogy azért ilyen nehéz most a sorsa, vagy azért beteg, mert korábban már valami rosszat tett, akár előző életében is, ezért a karma úgy rendelte, hogy most szenvednie kell. Hogyan működik ez igazából? Ez kamu. Úgy értem, hogy ennek van egy másik oldala, hogy senki nem bűnös, és senki nem hibás. És senkit nem érdemes elítélni, sem az embernek saját magát. Mert én ezt inkább úgy látom, hogy mindannyian azért vagyunk itt, hogy magunkon keresztül átfényesítsünk egy részt az egységből. Azt szeretnénk, hogy itt teljes és tökéletes fény legyen. És azokat a sötét foltokat egyszerűen fogjuk és elkezdjük a saját tudatosságunkkal átfényesíteni, amik itt vannak a Földön, vagy itt vannak a testünkben. És így mindenki áldott ebben a munkában. Van, akinek nagyobb teher jut. De ez nem azt jelenti, hogy ő rosszabb, hanem azt jelenti, hogy nagyobb terhet vállalt, és áldott minden pillanat, amikor ezzel a teherrel próbál meg élni, szeretni, megtalálni az útját. Úgyhogy nincs olyan, hogy bárki is rossz lenne. Nincsen. Sokkal személytelenebbül van, mint gondolod. A karma például nem azt jelenti, hogy te rossz voltál, hanem azt jelenti, hogy ezekben az energiagömbökben, amiket csakráknak hívunk, információ tárolódik. Negatív információ is, negatív tettek következményeképp. De azért mondom, hogy negatív tettek következményeképp, mert azt nem mondanám, hogy a te negatív tetteid. De ezek a gömbök születés szülnek. Ez azt jelenti, hogy nem maradhat úgy. Minden, ami bennük van, át kell, hogy fényesedjen. És amikor ez az információ már ott van, akkor keres magának valakit, aki ezzel a csomaggal megszülethet. Ez egy vállalás. Ez nem azt jelenti, hogy te voltál rossz, hanem azt jelenti, hogy te tudsz ezen segíteni.